A Tolna 109 elnevezésű Tolna megyei közgyűlés által vezényelt fejlesztési program egyeztető folyamata zajlik. Ennek keretében találkozott Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke és Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere. A közgyűlési alelnök azt mondta, fel kell készülni arra, hogy a településeknek 10-12 éven belül saját lábukra kell állniuk, és olyan projekteket kell támogatni, melyek erősítik ezt a folyamatot. Elsősorban úgy szeretnénk a fejlesztéseket megtervezni és majd végrehajtani, hogy a helyi igényeknek feleljünk meg. Tehát nem mi Szekszárdról vagy a megye központból találjuk ki, hogy Bátaszéknek vagy egy településnek mi lenne fontos, hanem hadd mondják el ők nekünk. Bátaszéken a nemrégiben átadott Agrárlogisztikai Központ további fejlesztéséről, valamint egy térséget összekötő kerékpárút kialakításának lehetőségeiről esett szó. Néhány évvel ezelőtt bezárásra került Bátaszék és Pécsvárad összekötő vasúti útvonal, ami tökéletesen alkalmas lehetne egy kerékpárhálózatnak a létrehozására. Fontos lenne, hogy a megyeszékhely kerékpáron is összeköttetésbe kerüljön adott esetben Bátaszékkel. Bozsolik Róbert azt mondta, az Agrárlogisztikai Központ fejlesztése növelné a helyi adóbevételeket, melyek megerősítenék a város költségvetését. Orbán Attila véleménye szerint fontos cél a jövőben a városok gazdasági erejének megerősítése.